Sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb bemutató jellegű videóban. Ezúttal a képen látható Glowfish nevű kis könnyed family friendly, tehát kis családi casual játékot fogom nektek bemutatni. Ahhoz átváltom gyorsan a profilt, készítettem egy új profilt. Hát a testing alatt értelemszerűen megnéztem, hogy megy a játék. Úgyhogy természetesen új játékot fogunk kezdeni. Röviden tömören ez egy könnyed kis, hát mondhatni, platformer. Mindjárt meglátjátok, hogy gyakorlatban ez miféle platformer. Ilyen kis könnyed, szórakozós, egyszerű, de nagyon szórakoztató játék. Az egész család részére ajánlott. Úgyhogy kezdjünk is neki. A sztori röviden tömören. Glowfish és Coraline boldogan élnek együtt a Briny Depths nevű helyen. És akkor itt van Dr. Urchin. Hát akinek gyakorlatilag forra vére, hogyha mindenki boldog. Ezért annyi történik, hogy elraboltatja a főhősünk, ő a főhősünk párját elrabolják. Így van. És akkor gyakorlatilag felkerekedünk, hogy megtaláljuk és megmentsük a párunkat. Hát ez 1.0-as sztori, igazából ilyet már milliárd számra láthattunk játékokban és filmekben is. Nem is a sztori az erőssége a játéknak, hanem nagyon, hát ilyen relaxing, chilling, szórakoztató is játék. Nekem tetszik. Na, rögtön látni fogjátok, tehát ez úgy van. Van 5, gyakorlatilag 5 stage, ugye, 5 világ, és mindegyikben van 10 pálya, vagyis összesen 50 pálya áll a játékos rendelkezésére. Nézzük meg az elsőt, és hogy gyakorlatban hogy néz ki. Na, ezek vagyunk mi. A játék az első pályán értelemszerűen kidobja hát az instrukciókat, hogy mit, hol, hogyan, merre. Lehet egérrel irányítani, ilyenkor megjelenik az a kis kurzor. Arra megy a kis lény, amerre az egeret mozgatjuk, tehát nem kell semmit nyomni, vagy pedig ugyanúgy használhatjuk a kurzor mozgató billentyűket és a VASD-t is. Tehát háromféleképpen tudjuk irányítani a kis lényünket. Így van, ilyen kis hát négy kis barátot, négy kis ilyen ebihalszerű lényet kell megtaláljunk. Értelemszerűen minden pályán minél többet találunk, annál jobb. Itt van egy ilyen, tehát csak annyit kell csinálni, hogy oda kell menni, és ő csatlakozik. Így van, ennyi az egész. Így. És akkor vannak ilyen csigák. És ha összegyűjtöttek a megfelelő mennyiségű ilyen kis ebihalat, akkor ezek így unlokolódnak, fel tudjuk őket oldani. Így van, és akkor a buborék innen eltűnt, és tovább tudunk menni. Éppen nyilat formáznak itt a pénzérmék. És akkor később majd természetesen újabb trükköket kapunk, újabb trükköket tudunk megtanulni, mert ugye ellenfelek is lesznek, és akkor majd mindjárt meg fogjátok látni, hogy hogyan tudjuk kiiktatni a csúnya ellenfeleket. Igen, itt írja, hogy a balegérrel, vagy a space-el tudunk egy ilyen védelmezőkört aktiválni. Hogyha elég ilyen kis barátot gyűjtöttünk össze, hogyha elég erős ez a védelmi kör, akkor ilyen színűek lesznek az ellenfelek. Ő itt egy ellenfél. Most deaktiváltam ezt a kört, ezért most megváltozott a színe. Ilyenkor ő támad minket. Ilyenkor veszélyes. Viszont ha bekapcsoljuk, akkor elkezd tőlünk menekülni, de nem gond. Csak oda kell menni? Így, né? És már meg is vagyunk. És természetesen minél több ilyen barátunk van, ugye annál erősebb ez a védelmi kör, ami forog körülöttünk, és minél erősebb, annál erősebb ellenfeleket tudunk ugye eltenni lábalól, annál többet tudunk kiiktatni. Na, megyünk is tovább. Igen, itt írja, hogy
néhány ellenfél túl erős ahhoz, hogy közvetlen ilyen körrel el tudjuk intézni. Mint például ez. Látjátok, nem változott meg kékre, mert túl kevesen vagyunk. De ez nem gond. Ilyenkor annyit kell csinálni, hogy körbe-körbe kell úszni körülötte. Így. És akkor a kis barátaink így elkezdik lőni. És addig-addig csökken az ellenfél méret, amíg eltűnik. Egyszerűnek tűnik, de tényleg nagyon-nagyon szórakoztató játék. És akkor vannak ilyen whirlpoolok, tehát ilyen örvények magyarul. Mindjárt belemegyek, csak megnézem, hogy erre mi van. Hoppá! Titkos hely. Na igen, érdemes mindig ugye, mint minden játékban megnézni az egész pályát. Van egyébként egy minimapunk, ami így néz ki. A tabulátort kell ezt megnyomni, és akkor itt láthatók a jelmagyarázatok, hogy mi itt vagyunk éppen. Whirlpool-ozja a teleport gyakorlatilag, ami átvisz a következő pályára, annyi a lényege. Oké. Okay. Háttérben lehet majd ilyen fura szemeket, meg lényeket látni. És akkor be is megyünk ebbe a teleportba, miután felszedtem ezt az érmét. Így. Így van, level 1 complete. Kiírja a pontszámunkat, mennyi érmét szedtünk össze. És akkor nyomjunk egy continue-t, tovább. Na most... Press, így van, most írja ugye a tabulátot, amit az előbb mutattam, ugye a minimap. A locked house ugye, tehát az a csiga, amit fel kell oldani, tehát azt csak úgy tudjuk feloldani, elég ilyen kis haver szedünk össze, de most velük ugye még nem... Ja de, tudunk már veszekedni, nagyon jó. Figyelni kell arra, hogy csak a kék színűeket tudjuk kiiktatni. A többivel nem érdemes... addig veszekedni, amíg nem vagyunk elég erősek. Legfeljebb körbe-körbe kell ugye úszkálni őket. Oké. Okay. Kitakarítottuk ezt a részt. És akkor fel tudjuk oldani ezt a átjárót is. Ah, szavasz. Tehát ugye, talán nem mondok azzal újdonságot, ugye ez a játék korhatármentes, vagy ilyen family friendly, kis könnyed casual játék. Itt tényleg mindenkinek nyugodt szívvel lehet ajánlani. Oho! Nem versz át. Aha, ők túl erősek még. Nem lettek kékszínűek. Nem baj. Legfeljebb körbe úszkáljuk őket! Au! Hát a medúza az veszélyes, igen. Medúzákat el kell kerülni, különben így járunk. Jó, oké, nyugi. Aha. Na, őt már... Ez az. Na igen, ugye már vannak egy pár van, de még mindig nem elegendő erősségű a kör. Úgyhogy őt itt körbe fogjuk úszkálni. Nincs is semmi gond, csak meg kell gyengíteni. Így van. Ennyi az egész. Erre mi van? Aha, ő is túl erős a körhöz. Nem baj. Jön az alternatív módszer.
Az ott nem egy teleport? Ja nem, nem, arra nem tudunk menni, oké. Közben lent a játék jelzi ott a zöld nyillal, ugye, hogy merre kell haladnunk. Hol oldottuk fel a újabb csigaházat? Itt. Így van. És itt az újabb teleport, de előbb még megnézem, hogy mi van erre. Bizony! Oké, most már bemehetünk. Második pálya sikeresen abszolválva. Mehetünk a harmadikra. Ó! Rögtön kettő. Nagyon jó. Egy kis technikai info. A játék sajnos nem ad lehetőséget a V-Sync használatára. Ami önmagában nem lenne túl nagy probléma, viszont semmilyen külső szoftverrel sem lehet semmilyen szoftveres trükköt alkalmazni a V-Sync alkalmazására. Magyarul a játékban sajnos nem sikerül sehogy megoldanom, hogy működjön a V-Sync. Ezért előfordulhatnak itt-ott ilyen mikroakadások, annak ellenére, hogy 102 FPS-sel megy a játék. De talán nektek nem olyan zavaró. Hey, hova menekülsz? Nem menekülj! Még egy. Ez. És ugye a piros jel lent mutatja, ugye az még nincs feloldva, tehát találnunk kell még több ebihalat. Mert nekem ezek csak ebihalaknak tűnnek igazából, azért mondok ebihalat, mert arra hasonlítanak. Ott van még egy. És minden ellen féltől kapunk egy ilyen... Hú, mennyi lény van ott a háttérben, figyeljetek, a buborékokban. Na. Még egy. Most már elég erős az a körülöttünk lévő örvény. Ez egy kicsit könnyít a dolgon, mert ugye egyrészt nagyobb, és így könnyebben fel tudjuk szedni a dolgokat is. Mennyi követünk van? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Nagyon szép. Na. Így lehet ide csalogatni, ugye kikapcsoljuk az örvényt, és amikor közel jön, akkor bekapcsoljuk. Így. Csak azért említettem meg ezt a V-Sync témát, hogy esetleg valakit zavarná ezek a nagyon apró mikroakadások, akkor elnézést kérek, csak megpróbáltam orvosolni, de sajnos a játék motorja az rendkívül makacs. Nem engedi. Nem engedi forszírozni a szinkront. Jajajajajajaj, ezeket nem szeretem, ezeket a lényeket. A semmiből tűnnek mindig elő. Ugye mivel nincsen frame szinkronizálás, azért hiába magas a framerate, ugye a szinkronizálás hiánya miatt időnként úgy tűnhet, minthogyha ilyen apró, ilyen mikroakadások lennének. Meg akar tréfálni. Au! Meg is tréfált. Most már nagyon erős az örvényünk. Most már nagyon erős. És most még erősebb lesz. Ott lehet látni egy hármas számot, az azt jelenti, hogy még három kis abiharra van szükség a feloldáshoz. Most már csak kettőre. Na nézzetek, milyen erős. Itt van még egy ilyen. És itt van még egy. És most feloldottuk. És nagyon erős az örvényünk. Hány követünk van? Nézzétek, milyen sok.
Nagyon sok. Na 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 na. És meg akar tréfálni. Ó, nézzetek mennyi követünk van. Ilyen hosszú lett a lánc. És ilyen ezek a házak, miután feloldjuk őket, ugye eltűnik a buborék, és olyankor történik egy automata mentés. Tehát egyfajta checkpointok ezek. Jó, úgy látom, nincs itt már semmi. Sikeresen teljesítettük a hármas pályát. Nézzük meg a négyest. Ó, mi ez a nagy ananászszerű izé? Jó, egy haverunk már van. Hello! És milyen gyorsan menekül-e? Amilyen gyorsan támad, olyan gyorsan el is menekül. Állj meg! Úgy, úgy. Oké. Wow! Azt hittem, hogy ő túl erős lesz, de szerencsére nem. Most már újabb ellenfelekkel találkoztunk. Állj meg! Megvagy! Megvagy! Hét darab követő, 8! 9! Hogy menekül? Ott is! Megállni! Itt is van egy! Lehet használni egy jetet. Ez ilyen gyorsító. Öt darab kell ide, de bőven van annyi. Most ezt nem tudom, hogy miért nem tudom feloldani. És nem tudom, hogy miért van itt még egy teleport. Na várjunk csak. Aha. Meg akarom nézni, hogy erre mi van. Secret. Titkos hely. Te is gyere velünk. Jó, szerencsére a kicsiket nem bántja az a csapda. Csak azt nem tudom, hogy azt a lenti dolgot miért nem tudjuk unlockolni. Jó, hogy még egyet kéne találjunk. Aha! Szeretnék akkor még egyet találni, mielőtt bemegyünk a teleportba és a következő pályára. Nem szeretnék még egyelőre. Akkor egyelőre átnézem még ezt a pályát, még egyszer. Hát valahol ott hagytam egy ilyen kis havert. Valahol. Már csak egy darabra van szükségünk. Már jó van, nagyobb pálya, mint az első három. Nagyon tetszenek a háttérben ezek az animációk, hogy ugye a háttér meg van animálva, hogy mozognak a növények. Tök jól néz ki, meg ad egyfajta tök jó atmoszférát a játéknak. És tudom, hogy visszafelé megyek, csak mindenképp meg szeretném találni azt a maradék kis ebi halacskát.
Csak van valahol még egy, hát nem áll. Valahol kell még lennie egy darabnak. Itt sincs semmi. És innen indultunk talán? Úgy látom, innen indultunk. Ajaj. Ja, hogy... Hello? Ja, hogy ők leszakadnak, hogyha használom ezt a technikát. Ja, hát én ezt nem tudtam. Aha. Akkor ezt óvatosan kell használjam. Ezt a gyorsítást. Leszakadnak rólam a kisebbi halak. Nem bírják a gyorsulást. Úgyhogy akkor csak a... Csak akkor fogom használni, hogyha rendkívül szükséges, hogyha mindenképp szükséges. Hogyha nem muszáj, akkor nem. Nem akarom őket elveszíteni. Hát akkor úgy látom, hogy mégiscsak be kell menjünk abba a portálba. És egy darab hiányzik. Áj, de bántja ez a csőröm. Nem tudok alatta így... Ne, arra menj, ne arra menj! Úgyse volt arra semmi, mindegy. Megállj! Na, ő már túl nagy darab nekünk. Közel... Hát ez remek. Kombó! Oho! Te is megvagy. Még mindig túl nagyok. Úristen, mennyi ellenfél van itt, oda nézzetek. Nagyon sok. Aha. Jaj! Hozzájöttünk a nagyokhoz, ezért elvesztettem pár kis havert. Ez az, most elég erősek vagyunk. Jupi! Most mindenkit elfenekelünk. Oda nézzetek, milyen erősek vagyunk! Nincs számunkra ellenfél! Senki nem ússza meg! Micsoda örvényünk van! Ki se fér a képernyőre! Na, most már kifér! Azt a mindenit. És egyébként a játék zenéje is szerintem nagyon-nagyon jó lett. Na. Ó, csak egy darabot hagyhatunk meg. Gyertek! Keblemre! Ó, ez 11-be kerül. Oké. Megoldjuk. Remélem. Na. Nyugodj meg! Ott egy ilyen... Hú, medúza? Nem, az veszélyes. Uha. És felülről nem tudjuk vajon? Aha, nem. Jajajajajajaj, hibáztam.
Nézz oda! Ez az, köszi! A kedves ellenfél kihasználta azt, hogy én hibáztam, és amikor megráz a medúza, akkor ugye védtelenek vagyunk, és ezt ki is használta a kedves ellenfél, a csúnya halacska. Úgyhogy tanulság, jobban oda kell figyelni. Ja Istenem, de nagy vagy! Nem, mennyi nem. Ja Istenem, honnan jöttök most? Ennyien? Na de most. Igen, hát a medúzák azok nagyon veszélyesek. Most láthattátok a gyakorlatban, hogy miért. Meg vagy te is. Te is. És ők is táplálkoznak kisebbekkel. Ők is megeszik egymást. Pontosabban csak ők eszik meg egymást. Ugye hozzánk önként csatlakoznak a kisebbi halak. Ezek ilyen, az ellenfelek, ezek ilyen kannibál hal féleségek. Gyere. Hova mész? Na. Szerintem tök jó atmoszférája van ennek a játéknak. Mondom, a kannibálok megeszik egymást. Most láthattátok, ezek egyszerűen megeszik egymást. Vagyis a ellenséges halak is tudnak ugye nőni. Így ugye érdemes még előttük elintézni a kisebbeket, hogy legalább ne segítsük a növekedésüket. Jó. Most akkor menjünk visszafelé, ahol ugye unlokoltunk egy olyan házikót. Merre volt az? Elvileg erre van. Azt mutatja. Így van. Ó, és nézzétek mennyit megtarthattunk. Hello? Ez micsoda? Igen. Ó! Azt mondja, kaptunk egy társat magunk mellé. Rescuer. Aha! Tehát a Mustang ő gyengíteni tudja az ellenfeleit a farkával. És meg tudja menteni a barátainkat? És a csillagokat tudjuk őt fejleszteni. Jaj, de jó! Na ezt nem is tudtam, hogy lehet. Hogy nem tudtam, hogy van a játékban fejlesztése lehetőség. Ez nagyon jó! 172 talérunk van, vagy minek hívjuk ezt? Hát ja, pénzegység, mondjuk úgy 100-ba kerül. És hogyha kérünk egy fejlesztést, felfejlesztjük vele a sebességét és az erősségét. Hát akkor kérek rá egy upgrade-et, igen. És 3 upgrade-et lehet rá kérni. Ez nagyon jó. Na, hát ő most... Ez így! Aha! Hagyd neki! Hát ez kicsit kevés lesz, és nem tudok körülöttük...
Őt nem tudod még egyszer megpofozni? Adj neki! Vagy őt... Aha, túl közel mentem. Túlságosan közel mentem. Kicsit... óvatosabban kell. Igen, írja, hogy gyűjtsünk aranytallérokat, hogy... Jézus úristen! Mi a lócitrom? Jézusom! Egyértelműen nehezedik a játék. Nem akárhogy. Ahol olyan kék gömb van, az ott akkor az veszélyes. Wow. Jaj! Aha, ott is egy nagy izé fog kijönni, ez tuti. Igen! Gyertek, csatlakozzatok. El lesz. És itt van... Aha, még egyet kell felszedni. Most vissza tudunk menni a... Jó, egy meg! Most vissza tudunk menni a kiinduló helyre. Ott volt három darab ellenfél, azokat most el tudjuk intézni. Wow! Hárman. Aha, ettől felt, igen. Viszont máshogy nem tudok itt átmenni. De, át tudok menni. Jó, tudom, hogy most unlockoltam, de... Vissza akarok menni a kiinduló helyre. Ott... van még cucc. Itt. Így. Na, ezt akartam. Nagyszerű. Na. Most jók vagyunk. Ja, itt kell lemenni, igen. Jaj! Akkor itt még nem jártam ezek szerint? Halló, Mr. Mi ez, cápa? Vagy mi a túró ez? Itt van még egy aranytallér, az kellene. Nyugi. Úgy tűnik, hogy itt még nem jártam ezek szerint. Majd tudunk még egyet fejleszteni a Mustangon. Ezt kíváncsi vagyok, hogy majd a később... A későbbiekben kapunk-e új társakat? Gondolom igen, mert azért vannak ugye ott a szlotok. Ez még nem a 4-es. Ja, itt van ez a... aha. Ez az. Itt is van egy ilyen nagy dög. Maradt még 5 barátunk. Haha! Aranyos! Még itt sem elég erős. Nem baj. Na most már igen.
Tehát ugye ilyen kicsit nyugisabb, relaxációs játék ez, de azért oda kell figyelni, mert azért könnyen meg lehet halni benne. Tehát... Jaj! Tehát azért rejteget kihívásokat. Aha. Erre mi van? Uha. Az a baj... Micsoda? Nem igazán tudom követni, hogy... Ja, innen jöttünk! Na, várjunk csak! Nem. Ez cseles volt! Micsoda? Bocsám. Mi? Áh! Jaj, itt... Jaj, ilyen csigázaknál tudunk fejleszteni. Értem. Tudunk még egyet fejleszteni rajta. Jaj, már 150-be kerül. Na nem már. Ez lehúzás. Igen. Ezt a lehúzást. És most nincs egy barátunk se. Köszi! Ez nagyon aranyos volt. Ez úgy aranyos ez a rész. Oké, megvan, hogy hogyan megyünk át. Jaj. Áh! Nem már. Na jó, innen már nem tréf a dolog. Hú! Ott is van egy! Ahol világítanak kék gömbök, ott vannak ilyen, nem tudom minden, cápák? Úgy nézek ki, mint a cápák. Ott is van egy. Ez tök jó. És ugye ezek ilyen one hit kill-es enemik. Aha. Hát most hiába körözök, ott nincsen kísérőm, akkor nem tudom megsorozni. Hát majd a haverunk itt. Adj neki még egy pofont, gyerünk! Hát akkor ne! Most mi van? Strike-ol? A Mustang? Strike-ol? Na! Segíthetnék, vagy most mi van? Most nem tudom, mi ütött belé, de nem akar segíteni. Opa! Ugye nem onnan, de onnan. Hát ez, látjátok, hogy ez egyáltalán nem egyszerű. Mivel ugye fix checkpointok vannak. Köszi! Egyszer nem figyelek erre, akkor...
Jézusom, ez még csak az első világ, az első stage. Mi lesz itt később? Na. Nem. Na most legalább van egy haverunk. Nem! Nagyon rossz, a gyorsításnál oda lesz. Valahol itt volt a... Na most jók vagyunk. Ha lenne legalább még egy checkpoint, akkor kicsit... Jó, itt már a pálya vége van. Ne, menjünk még be. Vagy? Menjünk? Hát akkor menjünk. Hűha. Na, most tudunk venni még egy fejlesztést. Aha, most már értem, már kettő csillag van alatta. Ez jelzi a fejlettségi szintjét a haverunknak. És akkor ez már a hetes pálya, hűha. Á, itt egy harmadik, gyere! Ellenfeleket érzékelek. Arra van egy checkpoint. Arra fölfelé van, de előbb megnézném, hogy mi van erre. Hoppá! Ez az izé bánt? Igen, szerintem bánt. Megharap. Úgyhogy nem megyek oda. Csak pénzért jöttünk. Oké, mentési pont. És maradt három barátunk. Ajajajajaj. Superglow lures nearby friends. Hogy van egy ilyen Superglow nevű cucc, ha ezt felszedjük, akkor az összes közelben lévő havert oda hívja. Nézzük csak! Így van! Mintha csak egy rádiójelet küldtünk volna, hogy gyertek ide. Oda néz! Ez nem volt gyenge. Na! Haha! Nem túl bizalomgerjesztő ez a hely. Ez nagyon nem tetszik nekem. Kicsit olyan ijesztő. Hát hányan vagytok? Erősebbek voltunk.
Jó, mielőtt ezt feloldom, volt egy másik útvonal, úgy emlékszem. Na csak ez visszatermelődött. Ez érdekes. Szóval egyszer már felszedtük. Erre akartam megnézni, hogy erre mi van. Hoppá! Hoppá! És még itt is vannak. De jó, hogy eljöttem erre. Itt tudok még egyet menteni? Nem menti el újra? Oda nézzetek, mennyien vagyunk. Azt a mindenit. És hogy néz ki most a kör? Zuty. Nagyon tuti. Oké, akkor most megyünk a zöld csiga irányába. Itt ezt oldottuk fel, és kapunk egy mentést. Így van. Nem ezt, hanem ezt kell nyomni. Ez már 200-ba kerül a következő fejlesztési szint. Hát akkor még gyűjtenünk kell egy ideig. Jaj. Aha. De ugye itt nem lesz olyan... olyan nagy cápa... Jó. És... Jaj, és ott meg egy cápa is van. Hát köszi szépen. Köszi. Nincs még... barátok nincsenek, mint már közelben. Kisebbi halak. Wow. Ne! Jaj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 
Szavasz! Ők nem voltak olyan okosak, mint mi. Hogy belementek a csapdába. Szavasz! Ez az. Na most már egy kicsit nagyobb biztonságban érzem magam. Jöjjön mindenki! Értem! Ezeket a hívó cuccokat a virágok termesztik. Mindig visszatermelődnek. Oké. Na, ez viszont tök jó. Gyere! Ha-ha-ha! Gyere! Ez az. Megvagy! Pillanat. Mi volt erre? Ja, semmi. Jó. Egy mentési pont. Sajnos a játék automatikusan kezeli azt, hogy hány kis ebihalat kell ide lerakni, hogy hányat tarthatunk meg. Hát most megint nem tudtunk megtartani egyet sem, sajnos. Viszont úgy tűnik, itt a pálya vége. Sikerült a hetes pályát megcsinálni. Hát igen.
200 kellene, de annyit nem tudtunk összeszedni. Sajnos. No, hát teljesen új környezetbe kerültünk, ilyen kristályos környezetbe, és akkor ennyi lett volna, ennyit terveztem volna a bevezető epizódnak. Szerintem ez már egy teljesen jó képet ad az a majdnem egy órás videó, hogy pontosan milyen játék is ez. Remélem tetszik nektek is, illetve a videó is, igen, nyomjon lájkot, írjátok le kommentben, milyen véleményetek erről. Nekem nagyon tetszik, úgyhogy valószínűleg nem ez volt az egyetlen és utolsó videó erről a játékról, szeretnék még többet is. Úgyhogy könnyen lehet, hogy lesz még több. Nyomunk egy escape-et, akkor előhozza ugye, hogy 8-as pályán vagyunk. Stage 1. És akkor van itt egyébként egy beépített súgó, hogy itt nem csak az irányítást írja le, hanem ha egyet tovább lapozunk, akkor leírja, hogy mi micsoda a játékban. És hogy mi, tehát a játékmenet hogy megy. És később ugye látjátok, hogy lesznek plusz ilyen extra képességek. Úgyhogy még bőven tartogat a játék sok finomságot. Na, köszi szépen, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, akkor tartsam legközelebb. Sziasztok!